Zászlófelvonással kezdődött a városnapi rendezvénysorozat központi ünnepsége, majd a városi képviselőtestület díszülése következett, amelyen átadták Szabadka elismeréseit. Próurbe díjban részesült Murényi Mátyás karmester, Ivánovics Josszip, a neveléstudományok doktora, és Miroszláv Vojnics Hajduk Maracsa, okleveles koreográfus. Az elismeréseket dr. Pásztor Bálint adta át. A díszpolgári címet Somogyi Sándor professzor emeritus, a közgazdasági és mezőgazdasági tudományok doktora vehette át Steván Bakics polgármestertől. Somogyi Sándor ma is aktív, a Prosperitáti Alapítvány igazgatóbizottságának alelnöki tisztségét tölti be. Soha nem azért dolgoztam, hogy kitüntetéseket kaptak, de jó esett. Csinálom az én apró dolgaimat, és hát a Prosperitátival még egyelőre együttműködök. Szabadka polgármestere Steván Bakics hangsúlyozta, Magyarország és Szerbia kapcsolata történelmi csúcson van, számtalan eredmény valósult meg az elmúlt időszakban, tette hozzá. Nagy eredményeket értünk el, sok minden megvalósult, számos projektum kezdődött meg, beruházások, a szabadkai közkórház felújítása, a futballstadion kiépítése, várjuk a Belgrád-Budapest gyorsvasút befejezését, ami nagy gazdasági fejlődést eredményez majd. A különböző hatalmi szintek támogatása mindig is fontos volt a projektumok megvalósítása szempontjából, ezért jelentős a Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány és Magyarország kormánya támogatása a különböző elképzelésekhez, emelte ki dr. Pásztor Bálint. 2022 a jubileumok éve, tette hozzá a Városi Képviselőtestület elnöke. 110 éves a Városháza, illetve a Palicsi Szecessziós épületegyüttes, ugyanakkor számos szabadkai közvállalat és intézmény is fennállásának az évfordulóját ünnepli, és a zsinagóga megépítésének is a 120. évfordulója van ebben az évben. A rendezvénysorozat részeként pénteken a 100 tagú cigányzenekar ad koncertet Szabadka főterén.